Az megvan, amikor kimész az ügetőbe, beállnak a lovak, vagy agarak a nyergelőbe, és durran a sípszó. Durran a sípszó, sípol a pisztoly, mindegy, osszátok, bekeverjétek, ahogy szeretnétek. Megindulnak a lovak, illetve doggók, közben meg a lelátón Brad Pitt és Clooney tervezi a következő betörés részleteit. Akkor most ne beszéljünk arról, hogy megint be vagyok rekedve. Ez most nem Covid. Hanem beszéljünk a versenyekről, azon belül is pontosabban az agárversenyekről. Mielőtt javába belekezdenénk a mai epizódba, tökre elnézést kell kérnem, mert betűntem. Igyekszem 2-3 hetekre nem betűnni, de ha mégis így alakulna, egyszor rohanok vissza. Mint az agarak. Ha! Átkötés! A legkorábban megismert agárfajta már Eurázsiában 5000 évvel ezelőtt élt, szóval nem mai a cucc, elhiheted. Hallod ezt, Murph? Egy tök orruk is őskövület vagy. Durva vadászatokra lettek kitenyésztve, ellentétben a többi vadászkutyával, akik általában felhajtásra, illetve szabad területre való kihajtásra, illetve a lelőtt vad visszahozatalára lett betanítva, meg használva, hát ők nem. Értitek, amíg a Golden Retrieverrel úgy dolgozik össze a vadász, hogy lelövi az ember, lezuhan a kacsa, és aranymódon retriválja van ilyen szó, hozza vissza a vadásznak a lelőtt vadat, addig Murphy, mármint nem Murphy, de hogy az agarak nem ezt csinálják. A Greyhoundot, azaz a hound típusú vadászkutyákat arra tenyésztették ki, hogy oldja meg egyedül a projektet. Nem feltétlenül az emberrel dolgozik össze, hanem akár 5-en, 10-en, 15-en a vipettek elsősorban rágcsálókat, nyulakat, hörcsögöket, míg az angol agarak akár egy tisztességes vaddisznót is legyőztek, legyűrtek, szóval a vadász csak oda ment, miután a csetepaté véget ért, és vitte haza a szajnét. Az ember részéről ilyen könnyen megúszós vadászkutya volt, hát a kutya részéről azért sokszor nem. Már azért ez már nem így van. Házi állatok, családbarát, gyerekbarát kutyákról van szó, akik elsősorban bent tudnak lenni, akármilyen nagyságú, szőrű, fajtájú agarat akarsz, elsősorban arra készülj fel, hogy elveszi a kanapédat, és hogyha ki akar menni, akkor ruhát követel, mert 20 fok alatt elkezd fázni. De akkor beszéljünk egy kicsit még a vadászatról a versenyen. 1944 óta Franciaországban tilos agarakkal vadászni, és ez így van jól? Kedves spanyol, hallod? Igen, te ócs spanyol, a franciák már 44 óta nem vadásznak agarakkal, nálatok meg fej! Bocsi, erről majd később, csak felhúznám magam. De tényleg, hogyha spanyol agarakról, illetve a galgókról szeretnétek egy kicsit többet megtudni, egy másik epizódban nagyon szívesen beszélek róla. De tényleg mindent félretéve. Írjátok meg kommentben, hogy legyen-e a spanyol agarakról egy külön epizód, mert nagyon lehangoló, szomorú, és ugyanakkor meg borzasztóan fontos téma, úgyhogy hajrá, hajrá, durranjanak a kommentek. Ott tartottunk, hogy vadászat, ölés, Eurázsia, de hogy mostanra meg családbarát kutya, igen, felvettem a fonalat. Mármint tényleg. Borzasztóan fontos viszont azt is megjegyezni, hogy hiába a kanapé, a család, a gyerekbarát hozzáállás, a folyamatos puhulás és bújás, az üző ösztönük bőven megmaradt. Gyakorlatilag két sebességük van, a nulla a kanapén, és a pusztító szágódás odakint. Agárprojektben kezdtek fontos tudni, és persze mindig vannak kivételek, de hihetetlen nagy meló, felelősség és bizalom kérdése, hogy póráz nélkül sétába kezdjet. Ha valami felgyorsul mellette, és érdekesnek találja, akkor bekapcsol az ősi program a fejében, és bum, lerobban mellőled. És nem, ez a program nem egy Windows, amit szeretnél használni, és pont akkor kezd el frissíteni, hanem ez bekapcsol, feláll az operációs rendszer, és eltűnt a kutyád. Mi például Murphy-ben egy csomószor póráz nélkül sétál. Persze kontrollált körülmények között, és soha nem történt semmi baj, kivéve azt a szarkát, de rossz volt a szárnya, és egyébként is azt hittem nem éri utol. Egyébként nem volt rossz a szárnya, ereje teljében volt, és mégis utol érte, wow! Nem történt semmi baj, begy szó. Mondjuk Murphyvel pluszban szerencsénk van, mert eléggé beszari, innentől kezdve, aki is robban mellőlünk, nagyon hamar rájön a para, hogy úristen távol került tőlem, mi van ott a távoli messzeségben, nem tudom, de biztos, hogy veszélyes az életemre, úgyhogy visszamegyek a gazdához. Jobb is ez így. Na de akkor vegyük végig ezt a rohanás topikot, mert nagyon durva. Először is fontos tudni, hogy a második helyezett az emlősök közül már, ami a sebesség listát illeti, a Gepard után, aki 120-130 km/h-val fut. Utánuk már rögtön az angol agár következik 60-70 km/h-val, és igen, köztük nincsen egyetlen egy emlős állat sem. Ilyen nagy köztük az űr. De hogy mi is pontosan ez a sebesség, és hogy lehet a legjobban elképzelni? Futás közben a teljes vérmennyiséget a szív 4x-5x keringeti át a testen egy 30 másodperces futam alatt. Mindeközben a szív 15 liter vért pumpál át a testen. Egy átlagos pulzus szám 310-340 per perc. A mellső végtagok csuklóizületei 500 newton per négyzethüvelyk, azaz 20.000 newton per négyzetcentiméter nyomás alatt vannak egy vágta közben. Apropó, a ledarált szalmából készülő briketteknek sem kell ekkora nyomás, hogy elkészüljenek. Ezt csak úgy mondom, mert az a newton izé, meg az a sok szám úgysem mond semmit. A csuklóra és a végtagok alsó részére akár 150 kg is nehezedhet, miközben kanyarodik a centrifugális erőnek köszönhetően. Azért az súlya javából. Ez persze a kanyar ívétől és a kanyarba való beérkezés sebességétől függ, de olyan 150 a teteje. Mindenhogy nehéz, nagyon durva. Ez agártudománya javából. És végre elértünk a versenyhez, elmondhatnám, hogy hogy működik, de sokkal inkább megmutatom. Menjünk el Siófokra a reptérre, Murphynek kezdődik a szezon,
megnézzük egy versenyét. De ha még van időtök előtt elmenni fodrászhoz, mert ez most már borzasztó. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. Az a helyzet, hogy nem mindenben egyezünk meg, de szerencsére ettől még nem vág bele a hajamba. Egyetlen egy baj van ezzel a helyen, hogy Lakers-szurkoló a Marci, de ezt a számítva zseniális plac. De nem is ezért vagyok itt, hanem hogy megmutassak valamit. Szívjál a kecskét. A nagy, az öreg kecskét, nem nagy az? Mit szólsz ehhez? De nem fejre hajad. Jó öreg vagy, de mindegy. Na, hát ez a reakciója. Nem adja? Akkor kész. Tényleg nem lehetne ilyen színű egyszer? Ja, ilyen színű lehet. Kész. Az Ed Sheeran, nézzi, egy csalak és kész. Na hát meg lett, hallod? Esküszöm. Szarból várat. Na, folytassuk, Siófok a következő. Hello. Gyorsan pakoljunk, mindent elmagyarázok, hogy mi miért van. Kell majd a szájkosár, a két versenymez, piros és fehér verseny, licensz, lap és az egészségügyi kiskönyv. Minden más is még fontos, de ennek nélkül nem fogunk tudni versenyezni. Fussunk! Soha nem érkeztünk meg még időben, és most sem, úgyhogy kicsit rohanós, de talán még tudunk nevezni. Elég nagyon ramazul ide, most egy kicsit hátrébb jöttem itt a reptéren, és akkor vegyük végig, hogy mi az a kurzing. A nyúlaktivisták kedvéért tisztázzuk, hogy ez nem egy élő nyúl, hanem egy adag ilyen szalag, nejlon csokor, amit húz egy motor, ezt üldözik az agarak. Jó, meg azóta más zsákmányos kutyák is, ez nem egy ilyen kiközösítő sporták, hogyha egy cifralábú tacskó vagy, hát gyere. Jó, persze külön kategóriában, de semmi személyes. A lényeg, hogy a nyúlgép segítségével felgyorsul ez a nejlon csokor, és különböző fordító tárcsák segítségével cikázik ez a plastikfüles. A távol olyan 800 ezer méter szokott lenni a végén, pedig megáll a műnyúl és az űző csapat ajándéka, hogy megállhat rajta és széttépheti. A tépés egy ilyen drámai túlzás, szájkosarat kell viselniük, ráadásul egy egységes, szabványos versenyszájkosarat, nem azt, amit itt-ott látsz mondjuk egy BKV-n. Ez azért is fontos, mert az űzés közben, hogyha végig is olyan lenne a vérmérséklet, akkor oda-oda szoktak tudni kapni a kutyák, sose láttam ilyet. A végén pedig, mikor megáll a műnyúl, akkor meg pláne ne veszekedjenek össze rajta, illetve maga ez a nylon izé és relatíve drága, nem lenne jó minden húzásnál újat cserélni. Ez a verseny Angliából származik, az 1870-es években kezdtek. Egyszerre kettő kutya fut, ellenben persze mindenki versenyzik mindenkivel, kb. Ez olyan, mint az úszóknál, hogy 8-an férnek oda egy medencéhez, de akár 37-en, 8-an, 100-an is tudnak versenyezni. És kedves nyúlaktivista, egy dolgot be kell vallanom. Az 1870-es években valószínűleg még igazi nyúllal csinálták mindezt, azért azt is tisztázzuk, hogy lehet, hogy később is. Már hogyha látod a Bluff filmet, akkor pontosan tudod, hogy miről beszélek. A nyúl baszhatja. Nem á, élesben hátulról. Anyád. Nem, vitat félretéve tényleg ez már a múlt. Azt mondjuk, hogy az arab országokban mit csinálnak a szalukikkal 2 kilométeren keresztül, és miért kell hozzá egy gazella, azt most ne keverjük ide. Tényleg ne. Nem, már mint ez is fontos, úgyhogy majd egy következő epizódban, hogyha gondoljátok, a spanyol agarakról fog szólni, kicsit kitekintünk, hogy az arab országokban mennyire para szintén agárnak lenni. Remélem érdekes volt és tetszett ez a nap. Nagyon fontos viszont megjegyezni, hogy Murphy nincs sportkutyának neve, sokkal inkább családtagnak. Mi egyfajta hobbiként tekintünk az ilyen napokra, ahol ki tudja élni magát, illetve hát az ilyen ősi ösztöneit. Nincs különösebb edzéstervünk és nem kap spéci kaját, hogy az izomzata úgy alakuljon, hogy aztán majd sikereket érjen el nemzetközi szinten. Csak hát a frisbee-vel, a labdázással nem tudjuk ilyen szinten húzamosan megfutatni, hogy aztán azt érezze, hogy úristen, én erre születtem. Utána napokig látjuk rajta, hogy boldog, egészségesen elfáradt,
alatt meg se akar mozdulni, ez neki a top. Az ő életében gyakorlatilag nagyobb örömforrás nem létezik, sem neurológiailag, sem fizikailag, sem hasonlóan érdekes tudományos szavak egymás után. Illetve két epizód között instán találkozunk, én Madar Csabi voltam, jobb, ha tudod, hogy hello. Elfáradtál? Vége a versenynapnak? Vége.